tavalyi év civil szervezete díjat elnyerő Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület táncosai nyitották meg az idei díjátadó ünnepséget. A február 1-én ünnepelt Civilek Napja alkalmából szervezett, több mint 10 éves múlttal rendelkező díjátadó ünnepségen idén az év Tolna megyei civil szervezete elismerésben a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete részesült. A több mint 2 évtizede aktív egyesület a családnak, mint a társadalom legkisebb, de legfontosabb egységének értékeit hangsúlyozza. Mi 1997, tehát már 23 éves születésnapunkat ünnepeltük január elején. A 3 vagy több gyermekes családok tartoznak körünkben. Miért fontos? Hát első, ami nagyon fontos, a gyerekek szeretete. De azt hiszem, ez bizonyítja a családjainkban felnövő gyermekek száma is. 3-4, sőt 5 gyermekes családjaink is vannak. És úgy gondoltuk 23 évvel ezelőtt, hogy alakítsunk egy olyan közösséget, ahol először is jól érezzük magunkat, azonosak a gondjaink, örömeink, bánataink, és így jöttünk létre, és azt hiszem, hogy életképesek voltunk, ha már ennyi ideig csináljuk, és reméljük, hogy ezután is csinálni fogjuk. Először is mi példát szerettünk volna, és szeretnénk mutatni a gyermekeinknek azzal, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére programokat szervezünk, a közösség alakításba példát mutatni, rengeteget kirándulunk, csatlakozunk az Országos Nagycsaládos Egyesület által szervezett országos nagycsaládos találkozókhoz, vagy házasságvilágnapja, tehát amit ők szerveznek, és ezáltal az országot is megismerhetjük, mert például a találkozók mindig különböző helyszíneken vannak, voltunk már Szarvason, Debrecenben, legutóbb Szentendrén, tehát azt hiszem ez mind-mind hozzásegít bennünket ahhoz, hogy egy jó kis közösség legyünk, jól érezzük magunkat együtt, és én azt hiszem, hogy nálunk nem gond az, hogyha megcsörren a telefon, hogy valahol segíteni kellene valamiben. Nálunk ez természetes, hogy megyünk és segítjük egymást. Nem kimondottan egy akcióban, hanem az eddig elvégzett munkánk jutalmául. Mikor 10 évesek voltunk, akkor megkaptam a Noé-díjat, de ez nem nekem szól, ez mindig ugye az elnök veszi át, de az egyesületnek, tehát elismerték a munkánkat, illetve 2019-ben több évtizedes a családokért végzett munkáért hűségdíjat vehettem át Budapesten, tehát az országos egyesület odafigyel a helyi, tehát egyesületekre, és bizony, tehát hála Isten, tehát nem csak hogy odafigyel, hanem azért erkölcsileg megköszönni azoknak a munkáját. Itt nálunk 7 tagú vezetőség van, tehát ő nélkülük, tehát egy személyben nem lehet itt csodát csinálni. Nagyon jó vezetőségünk van, mondhatom, tehát tényleg egy célért dolgozunk, együtt rezdülünk mindenre, és így sikerült elérnünk ezt. És hát nagyon örülünk, hogy sikerült az év Tolna megyei civil szervezete kitüntetést megkapni. Tolnán már megkaptuk. Jó pár évvel ezelőtt a Tolna város, tehát a civil szervezete kitüntetés, és most sikerült a megyébe is. A Tolna megyei civil közösség összetartó ereje is jól megmutatkozik a díjátadón, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Úgy értékelte, hogy folyamatosan nő a civil szervezetek száma, és az általuk megvalósított rendezvények minősége, a bevont személyek száma is növekedést mutat. Az elmúlt időszakban újabbak alakulnak, újabb települések jelentkeznek az értéktármozgalmunkba, újabb települések kérik az éves rendezvényeinken való szereplés lehetőséget, ugyan növekszenek azoknak a száma, akik szeretnének megyenapot rendezni, tehát valamilyen irányba indultunk. Én azt gondolom, ha ezt folytatjuk, akkor egyre több eredményt fogunk elérni, és az ember a legfontosabb. A civil szervezetek olyan munkát végeznek, amelyeket az állam, a hivatalos szervek nem tudnak vagy nem akarnak ellátni. A civilekre, a döntéshozóknak is oda kell figyelniük, és támogatniuk kell őket. Emelte ki többek között Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 1946-ban egy belügyminiszteri rendelettel tiltották be Magyarországon a társadalmi szervezeteket, és 1980-as évek végén alakultak újjá ezek a szervezetek, és azóta pedig gombamód szaporodtak el a településeinken a civil szervezetek. Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarországon körülbelül 60 ezer bíróságilag, tehát törvényesen működő civil szervezetről tudunk, de tudjuk azt, hogy ennél sokkal-sokkal többen vannak.
érdemes az ő munkájukat támogatni, mert különben ez olyan, mint az ételnél a só, meg a bors, meg a paprika, hogy az ételnek attól van íze, így egy-egy településnek, megyének, vagy akár az országnak is nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a közösségi ereje a civil szervezeteken is múlik. Úgyhogy amikor a civil szervezeteket elismerjük és támogatjuk, akkor az önmagunk életét is ismerjük el, illetve támogatjuk és tesszük könnyebbé. Állami szervként, önkormányzatként korlátoltak a lehetőségeink, habár sok mindenre kiterjed a figyelmünk. Mi fejleszteni szeretnénk a környezetünket, a megyénket, de tudatában vagyunk annak, hogy nem mindenhova ér el a kezünk, nem is kell elérjen mindenhova, sem a kezünk, sem a figyelmünk, és éppen ezért számítunk a civil szervezetekre, ők át tudnak különböző egyéni területeket is látni, és reflexzerűen reagálni a helyi adottságokra, szükségekre, és hát az a szép benne, hogy úgy látjuk, hogy még örömük is van benne, és így kiegészítjük egymás munkáját. A mi feladatunk, mi megyei önkormányzatnak az, hogy őket ebben bátorítsuk, támogassuk, és hát kitartásra sarkaljuk, és segítő jobbat nyújtsunk feléjük az együttműködés nevében. A Bazsonyi Arany Meccénás díjat a Kakasdi Sebestyén Lajos érdemelte ki idén. Az elhangzott méltató alapján Sebestyén Lajos korrekt, következetes és rendkívül segítőkész egyéniség. 76 évesen a mai napig aktívan dolgozik, támasza és támogatója szűkebb és tágabb környezetének. Anyagiakkal és szakmai munkájával segíti szülőfaluját és annak partnertelepüléseit is. Az ember a saját fajtájához egy kicsit jobban húz, mint a többihez. Bukovinai Székelyek leszármazottja vagyok. Kakasdon éltem le az életemből, azt lehet mondani egy év kivételével az egészet, 75-öt, azóta ott élünk Kakasdon. Tagja vagyok az Egyesületnek, érdekelnek az őseim múltja, érdekel a jelene és a jövője legalább annyira, hogy folytatódik majd. Egyrészt olyan fejlesztési munkákban vettem részt, szinte térítésmentesen, ami a község előrehaladását jelentette. Kakasdon most egy vízrendezési munka van előkészítve, talán az lesz, de dolgozom egy területén, többek között Szekszárdon a katolikus iskola felújítását. Az embernek ötször kellene születni, hogy egyáltalán egy ilyen munkához hozzájusson. Nekem kettő sikerült, és mind a kettőt az első ceruzavonástól az utolsóig mindenben részt vettem, részem volt, és azt hiszem, hogy egyik esetben sem kell szégyenkezni a végén. Meg lehet nézni akár a Bátorszéki templom tornyot, amit le kellett cserélni, az a 82,5 méter magasságban a kereszt, és a Kakasdi faluház, főleg most, hogy sikerült az egészet felújítani, valami csoda az az épület megint. Végül az év Tolna megyei civil szervezete külön díjat is átadták a Sárszentlőrinc Úzdért Egyesület részére. Az elmúlt 13 évben 45 közösség és 13 mecénás személy vagy szervezet kapott elismerést.